A karcagi Nagykun Református Általános Iskolában és Talentum óvodában zajlik a pályaválasztás segítő programsorozat. A részletekről Földváriné Simon Ilona igazgatót kérdeztük. A pályaorientációs napon az első órában a felsőben az osztályfőnökök szakmákat mutattak be a gyerekeknek, alsóban pedig elmentek kirándulni. Az elsősök jártak a technikumban, a rendőrségen, a tűzoltóságon. A másodikos gyerekek püspökladányba mentek a Farkas szigetre, de ellátogattak a vadászházba is. A hatodik évfolyamos gyerekek Mátrafüreden voltak, és a Harkályházat nézték meg. A nyolcadikosok részére középiskolákat hívtak meg, és ők mutatták be az adott iskola által kínált lehetőségeket. Nagyon sok osztály kirándulásban gondolkodott, és úgy gondoltuk, és abban reménykedtünk, hogy akkor még a időjárás ezt lehetővé teszi. Az első órában, a felső tagozatban, az első órában az osztályfőnökök pályaválasztási lehetőséggel élve tulajdonképpen szakmákat mutattak be a gyerekeknek. Alsóban, illetve felsőben, az első óra után pedig elmentek kirándulni. Nagyon sok helyre el tudtak az osztályközösségek jutni, közelebbi helyre, távolabbi helyre. Az alsó tagozatos gyerekek, főleg az első-másodikosok, például itt Karcagon, illetve Karcag környékén éltek a felkínált lehetőségekkel, jártak a technikumban, voltak a rendőrségen, tűzoltóságon. A másodikos gyerekek már elmentek egy kicsit távolabbi helyre, például a második bések püspökladányba mentek a Farkas sziget, adta lehetőséget látogatták, vagy a vadászházba mentek. A felső tagozatos gyerekek pedig elmentek távolabbi helyekre. Például a hatodik évfolyamos gyerekek Mátrafüreden voltak, és a Harkályházat nézték meg. Tulajdonképpen hát itt is a pálya, az idegenvezetés, a pályaválasztás lehetősége állt a középpontban. Nyilván a nap témájának megfelelően. A nyolcadikos tanulók esetében pedig nagy kérdés a pályaválasztás, és középiskolákat hívtunk meg. És a meghívásunkat elfogadta a református gimnázium. Ők mutatták be tulajdonképpen az iskolát és az iskola által kínált lehetőségeket. Kisújszállásról a református Móric gimnázium és kollégium volt, illetve a mezőgazdasági technikum, a református technikum hát vezetősége is eljött, és a lehetőségeket bemutatta a gyerekeknek. Az osztályfőnökök folyamatosan tájékoztatják a szülőket a pályaválasztási lehetőségekről. Tájékoztatják a szülőket, pályaválasztási szülői értekezletet fognak majd összehívni decemberben, és beszélnek a gyerekekkel, nyilván feltérképezik, hogy ki hova szeretne menni. Azért egy 14 éves gyerek ezt nyilván nehezen tudja még eldönteni, nem is kell ezt a gyereknek önmagában eldönteni. Én úgy gondolom, hogy ebben nem csak az osztályfőnökök, hanem a szülők is nagyon partnerek, és célunk az, hogy megfelelően tudjon a gyerek pályát választani majd a későbbiekben, és olyan helyre adja be a továbbtanulási papírt, amit igazából szeret, és később a szakmaszinten is szívesen fogja végezni majd a feladatait. Egy 14 éves gyerek nehezen tudja még eldönteni, hova menjen tanulni. Ebben az osztályfőnökök és a szülők is segítik, hogy olyan helyre adja be a továbbtanulási papírt, amit igazából szeret, és később szakma szinten is szívesen fogja végezni majd a feladatait.